botlángját is hazavitték a gyergyószentmiklósiak advent negyedik vasárnapján. Harmadik alkalommal rendezték meg az Arbor Business Club estet, amelynek keretében ezúttal díjátadó gála is volt. Izgalmas összecsapásokat, látványos sportélményt nyújtott a hétvégén Gyergyószentmiklóson megrendezett negyedik Székely Régió Kupa. Köszöntöm a Fény Televízió nézőit, december 19-én, hétfőn, jó estét kívánok! Advent negyedik vasárnapjának estéjén Gyergyószent Miklós főterén meggyújtották a negyedik gyertyát, és a szeretett lángja is körbejárt, majd a jelenlévők hazavitték otthonaikba. Az adventi gondolatokat a négyes street zenekar tagjai olvasták fel, akik két dalukkal is megörvendeztették a Gyergyószent Miklósiakat. A gyergyószentmiklósi fúvós zenekar Mayer Robert vezetésével három produkcióval is kedveskedett a negyedik gyertyagyújtásra összegyűlteknek Gyergyószentmiklós főterén. A jelenlévőket Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója köszöntötte. Küszöbön áll a karácsony, és mint minden ünnep esetén, most is fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy az ünnep üzenetét, szellemiségét nem csak annak napjain, hanem az év többi napján is meg kell éljük, magunkban kell hordozzuk. Csergő Tibor polgármester elmondta, hogy hála és köszönet van bennem, hogy Gyergyószentmiklóson újjá lehet építeni egy élő közösséget, és kiemelte, hogy ennek a városnak nem csak aszfaltra és tömbház rehabilitációra, hanem szeretetre is szüksége van. És önök jelenléte, az önök tanúságtétele ezt bizonyítja, hogy Gyergyószentmiklóson most már nem csak utcákat, nem csak tömbházakat kell építeni, hanem új közösséget kell építeni, és itt Szent Miklós fénypalástja alatt mindannyian elférünk, akik jó szándékkal akarnak ennek a közös célnak támogatója, részvevője, részese lenni. Az utóbbi három adventi vasárnap, ahol a hit, a reménynek és az örömnek a gyertyalángját gyújtottuk meg, ma a szeretet szimbólumának gyertyalángját fogjuk meggyújtani, és ezzel lezárul az adventi időszak, az a várakozás, az a készülődés, ami az utóbbi heteket jellemezte. Karácsonyi gondolataiban Jánosi Imre, római katolikus segédlelkész felhívta a figyelmet, hogy Jézus kopogtat a hazugságoktól terhes és valódiságától megfosztott világban is, ahol nehéz az igazságnak újra reflektorfényt állítani. A várakozás pusztaságán átvezető utunk, melynek céljaként létünk gyöngyeivel és göröngyeivel találkozni hivattunk, már láttatja az ünneplő szent város falait, a helyet, ahová mindannyian tartunk örök adventünk során. Az angyali üdvözlet végső mondata mélyen érinthet, hisz nagyon evilági környezetben, a magánnyá formált várakozásban találkoztatott életet és hivatást egy igen válaszban. És eként Mária tanít mindig, hogy észrevegyük az alkalmas időpontot. Az alkalmas időpontot, melyben az Úr áthalad a mi életünkön, készséges választ várva. Választ, ami sokszor nagyon nehéz, mert a szívünk megosztott, félelmektől terhes, és sokszor üres a rárakodott semmitől. Keresztes Zoltán, a Szent István templom plébánosa imájában kérte a Jóistent, segítsen megállni, csodálni, csendbe lenni, mosolyogni, hálát adni. Uram, nehéz a sok fény között rád figyelni, és Jézus világosságát is meglátni. Nehéz a pörgő percek közepette a végtelenséget megélni. Nehéz az ajándékdobozok és csomagoló papírok között a te ajándékodat meglátni, bontogatni.
Nehéz a mindennapok feladatából és pörgéséből kiszakadva a szűk családba megérkezni, jelen lenni és annak örülni, hogy Jézus megszület. A 6-os számú Tarisznyás Márton cserkész csapat elhozta a betlehemi békelángot, melyet a 4-es street zenekar segítségével adtak tovább a jelenlévők között. Az együttes tagjai felolvasták a karácsonyig hátra lévő adventi gondolatokat, majd két dalukkal költöztettek szeretetet a gyergyószent miklósiak szívébe. Mesélek a bornak, itt van, hogy csak el, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess jóra, ha netán rosszabb útra tévedek, jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledd el a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja a bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledd el a házat, s annak melegét mi visszavár. Az Európai Bizottság elnökét Ursula von der Leyent, illetve Magyarország miniszterelnökét Orbán Viktort fogadta szombaton a Kotrocsenyi palotában Klaus Johannis államelnök, az azeri államfő és a grúziai kormányfő társaságában. Orbán Viktor egyebek mellett megemlítette azt is, hogy 8 év után érkezett újra Bukarestbe, és hatalmas fejlődést tapasztalt, amely meglátása szerint indokolttá tette Románia tagságát a schengeni övezetben. Az EU-ban hozott hibás döntést korrigálni kell, Romániát fel kell venni a szabad mozgást biztosító övezetbe, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A kormányfő biztosította a szombati rendezvényt irányító Klaus Johannis elnököt, hogy Bukarest ebben számíthat Magyarországra. Harmadik alkalommal rendezték meg az Arbor Business Klubestet pénteken délután. Az Arbor Vállalkozók Szövetségének rendezvényén újabb helyi cégek történetével ismerkedhettek meg az érdeklődők, és díjátadó gála keretében elismerő és köszönő okleveleket adtak át. Idén utolsó alkalommal rendezték meg az Arbor Business Klubestet. Pénteken délután a Robi Konyha terme adott otthont az Arbor Vállalkozók Szövetsége rendezvényének, melynek keretében újabb helyi cégek történetével ismerkedhettek meg a jelenlévők. 1991-ben megalakítottuk a Westdream Corporation Import-Export céget három belga társtulajdonossal. Ezek között volt egy bankár, egy szállítóvállalat vezető és egy építkező vállalat vezető, és jó magam, tehát 25-25-25%-os részarányjal importáltunk Belgiumból mindenféle árukot, szoktam mondani a tetőportól az atombombáig mindent hoztunk, és kifele pedig Csíkszeredából, a kötött áru gyárból vittünk ki pulóvereket. Hát ez nekem egy jó tapasztalat volt, egy jó tanulás volt. Szoktam mondani, hogyha a tudatlanság a bátorsággal társul, akkor lehet az ember egy sikeres üzletember, hiszen abban az időben, 20 évesen, tehát mi se nem tanultuk, se nem örököltük ezt a biznisz életet. Úgyhogy úgy kellett valahogy összeszedjük. És mind a viccbe, ahogy volt, hogyha nem engedtek elő, nem nyittok, hát bizony sok reggel volt, hogy jöttem le az üzlet előtt, akkor a sor volt, hogy mondtam, hogy legyetek szívesek, engedjetek elő, hogy nyissam ki az üzlet ajtóját. Eladtunk naponta 70 színes tévét, 100 iraki bakancsot, de Triumph melltartótól a távirányítós helikopterig mindenfélét. Barabás Csaba az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke, akinek a cége szoftverfejlesztéssel foglalkozik, hasznos marketing tippeket osztott meg a jelenlévőkkel, kifejtve, hogy a mi kultúránknak nem része a marketing. Azt hallottam, hogy amíg itt Romániában is az online piac évről évre nő, duplázódik, itthon valamiért azt mondja, hogy nem érdemes foglalkozni, nem megy. Holott itteni cégek is hatalmas bevételeket, vagy hatalmas profitokra tesznek szert, és itten valamiért nem investálom. Tehát ha üzletből gondolkodunk, akkor az üzlet, igen, az teljesen normális, hogy nyitok egy üzletet, rendbe rakom, befektetek rengeteg pénzt, még ha nem is vásárolom, meg csak bérlem, de az, hogy készítsek egy olyan online értékesítési stratégiát és egy olyan rendszer mögéje, amiből az ügyfél majd csak a webshopot látja, hogy kattintat és vásárol,
arra már valamiért itt nem áldoznak. Kovács Zoltán, a Benedek húsüzem vezérigazgatója és társtulajdonosa a kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet. Tehát az üzleti világ bármely területén a sikerhez ugye életbevágóan fontos a kommunikációs képesség. Amikor képességről beszélünk, akkor nagyon sokféle képesség van. Képes vagyok arra, hogy autót vezesse, képes vagyok arra, hogy műtsek, képes vagyok arra, hogy egy butort készítsek. Tehát a képesség az nagyon sok dolgot takar, de a kommunikációnak a képességét is takarja. És hogyha azt mondjuk, hogy én képes vagyok arra, hogy egy kamiont vezesse, vagy azt mondom, hogy képes vagyok arra, hogy egy vadászgépet vezesse, ugye akkor az nem azt jelenti, hogy tudok róla, hogy kell kamiont vezetni, vagy vadászgépet vezetni, vagy elkészíteni egy terméket. Tehát nem azt jelenti, hogy tudok róla, az nem tudás. A tudás azt jelenti, hogy tudom csinálni. Tehát képes vagyok rá megcsinálni, ugye az a képesség. És ez nagyon fontos, hogy az ember megértse, hogy elmondhatnék most bárkinek nagy történelmi aláfestéssel, vagy hogy kell egy MiG-14-es, mit tudom én, milyen vadászgépet vezetni, és mikor azt mondanak nekem, hogy jó, akkor üljél be és húzzál fel egyet a levegőbe, akkor azt mondom, hogy hát jaj, annyira nem megy annyira, ugye. Annyira nem tudom azért, de azért tudok róla beszélni sokat. Nagy okossággal tudok mondani róla, ez nem képességet jelent. A képesség azt jelenti, hogy tudom csinálni, tudom használni az életben. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is az egész kommunikáció, tehát elsősorban tisztázzuk le, hogy mit jelent maga a kommunikáció. És még a képességnél még egy annyit szeretnék még csak mondani, hogy ugye ahhoz, hogy én képes legyek valamire, ahhoz van egy út, egy nagyon fontos út, amit úgy hívunk, hogy tanulás. Na most, ha valaki nem tud tanulni, akkor hogyan fog elérni a tudáshoz? Hiszen a tudáshoz vezető út a tanulás. És ha valaki nem ismeri, a tanulás tulajdonképpen az egy tevékenység. Ugyanolyan tevékenység, mint ahogy tojáslátottát készítek, vagy kaszálók, vagy bármi. Az Arbor Business Club estnek ünnepi hangulatot adtak az Olá Vivien által előadott karácsonyi dalok. Hóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet ránk, tőle bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ. Körben és látsz egy házat, amit a napfénye kerül. Kopog csendben, beleg szépen, hogy már nem lesz egyedül. Jut még bárkinek a tiszta fényből cseppvilág, jó kedvkönyv helyett, a másod nincs így. Csergő Tibor, Gyergyószent Miklós polgármestere is szólt a jelenlévőkhöz. Úgy láttam, hogy a mai három előadás az felér egy magaslan szabad egyetemnek is, amit ma itt hallgathattam, és gratulálok az előadóknak. Amiben ugye itt akár a Csaba részéről, akár a Levente részéről, akár az igazgató részéről a kommunikációnak a lényege, hiszen azt is látható, hogy vállalkozni kommunikáció nélkül nem lehet, aminek az alapja megértés. Barabás Csaba, az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke beszámolt a szervezet idei tevékenységéről, majd okleveleket adtak át az Arbor Vállalkozók Szövetsége, Hargita megye tanácsa és Gyergyószent Miklós önkormányzata nevében. A szakemberek tevékenységét ritkán ismerik el, ez alkalommal a vállalkozók jelöltek személyeket, akiket példamutató és lelkiismeretes munkájuk, szakmai tudásuk és elhivatottságuk miatt díjaztak. Súlyos betegség következtében elhunyt Mirchád Usa korábbi belügyminiszter, védelmi miniszter, Hargita és Maros megye volt prefektusa, szülővárosa Maroshévíz egykori polgármestere. A hírt a Védelmi Minisztérium tette közzé hétfő reggel közösségi oldalán.
A marosévízi születésű Dusák korábban polgármesterként irányította szülővárosát, később Hargita megye prefektusa, majd parlamenti képviselője volt. Aztán 2012-ben a belügyi, 2012 és 2015 között pedig a védelmi tárca élén állt, akkor Viktor Pontá egykori miniszterelnök bizalmasaként tartották számon. Maros megye prefektusi tisztségébe 2018. szeptemberében iktatták be, alig több mint egy évvel később, 2019. decemberében jelentette be lemondását. A politikus évekkel ezelőtt Marosvásárhelyen telepedett le, a megyeszékhellyel összenőtt Maros-Szentkirályon családi házat vásárolt. Ünnepélyes karácsonyfa vágásra került sor Csíkszereda egyetlen karácsonyfa ültetvényén. Az eseményre szép számmal érkeztek érdeklődők, akik sok esetben meg is vásárolták a fát szentestére. Csíkszereda egyetlen karácsonyfa ültetvényén jártunk, ahol ünnepélyes keretek között kezdték meg a fák kivágását. Madár Zsolt, a Hargita hegység közösségi fejlesztési társulás igazgatója útbaigazított, hogy milyen fenyőt érdemes választanunk. Arra kérdésre, hogy jelen pillanatban milyen karácsonyfát javaslok a karácsonyi ünnepekre, úgymond. Nyilván természetes fenyőt, tehát kizárnám teljes mértékben a műanyag karácsonyfát. Ugye azt tudjuk a műanyagról, hogy az nagyon szennyező, tehát későre bomlik le, tehát abszolút, tehát a nyugati stílusra úgymond műanyag fenyőt vásárolni nem ajánlom. A fenyőfalakat beszerezni többféle módon is lehet, elsősorban ültetvényekből, ahogy mi is vagyunk, ez egy elisfenyős ültetvény. Itt minden fenyőfa arra vár, direkt azért van ültetve, hogy kivágják. Tehát az azt jelenti, hogy bármelyik fát ki lehet jelenni, el lehet vinni. Ezen kívül van erdőről hozott fenyő, úgymond az Abiaszalba jegenye fenyő, amit meg lehet találni a piacokon. És van a külföldről behozott fenyő, a köznyelven a normand fenyő, azok is nagyon szépek, azt is meg lehet vásárolni. A Csíktaprocán található ültetvény tulajdonosát, Lőrinci Mátéfi Tibort kérdeztük vállalkozásáról. Egy ősi birtokon vagyunk, amit dédnagyapámtól örököltem. Erdészmérnökként beültettem ezüstfenyővel, mivel hogy az emberek igénye megváltozott, és szükség lett az ilyen formásabb, modernebb fákra. Normanddal és ezüstfenyővel kezdtem, de a viszontagságok és az éghajlat az nem engedte a normandot, így hát csak az ezüsttel maradtam. Az esemény célja, hogy felhívják a figyelmet a természetes fenyőfa értékére, és a műanyag fenyőfa káros hatásairól tájékoztassák a lakosságot. Le kell bontsuk a városi legendákat, én azt vallom, és sok hülyeség megy sok felületen, oldalon, és sokszor hajlandóak vagyunk elhinni. Tehát, ha túl sokan mondanak valamit, akkor lehet, hogy elhisszük. És egy ilyen rossz városi legenda például az is, hogy ne vásároljunk karácsonyfát, inkább vegyük meg a műanyag valami csodát valamelyik üzletbe. Itt ma ezt próbáltuk bebizonyítani, hogy a helyben termelt karácsonyfa itt, Csíkszereda központjában, egy, ezt nem kellett szállítani, mert láthatjuk akár karácsonyfákat a nagy üzletláncoknál, hogy Norvégiából, és ki tudja honnan hozzák. Ezt nem kellett szállítani. Ezt itt, ebbe a földbe volt elvetve csemeteként, elültetve, a maga el volt vette, utána a csemete át lett ültetve, és igazából, ha beszélgethetünk természetbarát karácsonyfáról, ezek a hátam mögött álló karácsonyfák, azok legalábbis a Csíkszereda is a vonzás körében lakók számára. A műanyag karácsonyfákról azt kell tudni, az kőanyag származékokból készülnek, tőlünk távolabbi, messzi országból, legtöbb esetben Kínában kerülnek legyártásra. Tudjuk jól, a kínai ipar semmilyen tekintettel nincs a környezet szennyezésre, tehát ott, ami kijön a csövön, az úgy megy is fel és bántja az ozon védő réteget, utána hajókkal szállítsák, vagy repülőkkel, stb. Tehát óriási hátránya van, és utána, tehát a műanyag karácsonyfa az sosem fog lebomlani, és előbb-utóbb kacat lesz, kidobják a szemétbe, míg ezt, itt pont ezt beszéltük végig, hogy ide is vissza lehet hozni, mikor vége, vagy pedig a hulladékszállítási vállalat elviszi. És az egész folyamatot akartuk egy kicsit bemutatni, és egy helyi vállalkozást, amely innovatív módon jó megoldásokat kínál, és erre hívtam ki a kollégáimat egy két órás eseményre. Hiszem azt, hogy ilyen is hasonló programok, eseményekre azért van szükség, hogy jobban megismerjük a lehetőségeinket, éljünk velük,
és egymást is erősítsük. Karácsony után újra lehet hasznosítani a természetes fenyőfákat, fűrészporként, talajtakaró, vízmegtartó mulcsként, esetleg fűtőanyagként, komposztként. Januártól nyugtára kerül a borravaló, több párti célkitűzés volt a borravaló rendszerének törvényi szabályozása, amit megszavazott a parlament alsóháza. A jogszabály tisztázza a borravaló törvényes fogalmát, mely szerint csak az a pénzösszeg nevezhető borravalónak, amelyet a vendég a nyugtán szereplő összegen kívül önszántából ad a kiszolgálásért. Januártól fel kell tüntetni a nyugtán a borravalót, ami után adót kell fizetnie az alkalmazottnak. A Miklós Zoltán parlamenti képviselő módosító javaslatait is tartalmazó jogszabályt döntéshozó fórumként szavazta meg a parlament alsóháza. Az RMDSZ pénzügyi szakpolitikusa elmondta, több párti célkitűzés volt a borravaló rendszerének törvényes szabályozása, azonban a gyakorlati kivitelezést a szövetség módosító javaslata értelmében fogadták el. A jogszabály tisztázza a borravaló törvényes fogalmát, mely szerint csak az a pénzösszeg nevezhető borravalónak, amelyet a vendég a nyugtán szereplő összegen kívül önszántából ad a kiszolgálásért. A tájékoztatás továbbá kitér arra, hogy továbbra is tilos bármilyen szolgáltatást baksishoz kötni, a borravaló ezentúl is opcionális lesz. A vendéglátóipari egységekben 2023. január 1-től a borravalót kétféleképpen lehet majd feltüntetni a nyugtán a vendég kérésére. Kiválaszthatja, hogy a végösszeg 0 és 15%-a között milyen összeget szám borravalóra, vagy abszolút értékben is feltüntetheti az összeget. Az alkalmazottak borravalóból származó jövedelme fizetésen kívüli jövedelemnek számít, ezért jövedelem adó köteles lesz, azonban kevesebb adóterhet vetnek ki rá, csak a 10%-os személyi jövedelem adó befizetésére kötelesek. Felmérések szerint a hazai lakosság 95%-a nyújt hálapénzt vendéglőkben, étteremben, elsősorban nyaralása, pihenő szabadsága idején. Az így gazdát cserélő összegek a bukaresti pénzügyminisztérium becslése szerint 160 és 320 millió euró közötti tételre rúgnak, ám ezek után jelenleg nem fizetnek adót. Izgalmas összecsapásokat, látványos sportélményt nyújtott a hétvégén megrendezett 4. Székely Régió Kupa. A kétnapos tornán az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportközpontban a különböző korosztályú bajnokságok dobogósai mérettettek meg. Az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklub saját nevelésű játékosai ezúttal is hozták a már elvárt színvonalat, hazai pályán is több kategóriában dobogósok lettek. Magyarországi és hazai dobogós helyezésű ökölvívók csaptak össze Gyergyószentmiklóson a 4. alkalommal megszervezett Székely Régió Kupán, az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportközpontban. A kezdetekben a kupa házi versenyként került megszervezésre, hogy a sportklub kötelékeiben tevékenykedő fiatalok összemérjék magukat, és a szülők számára is bemutassák tanulmányaikat. Az évek során kibővült a rendezvény, az idei kiadás első napján is magas színvonalú mérkőzéseket láthatott a sportközpont közönsége, valamint azok, akik az élő közvetítéseket követték. A második nap sem okozott csalódást a néző közönség számára. Minden versenyző két mérkőzést vívhatott, a színvonal pedig a legmagasabb szintet jelentette ezekben a korosztályokban és súlycsoportokban. Tartalmas volt ez a két nap, mindenképp elég jó párosítások voltak, mindenkinek volt két mérkőzése. Az első nap voltak a selejtezők, másnap voltak az elődöntők és a döntők. A győztesek a győztesekkel mérkőztek a döntő napján, a vesztesek a vesztesekkel, és 8 súlycsoportban lett tornagyőztes, ebből a 8 súlycsoportból a sportolóink ott 7 tornagyőzelmet begyűjtöttek, ugye kiemelném azért őket egy picit, Csiki Róbert a ifjúsági felnőtt korosztályba, Majláth András a junior korosztályba, a Benedek Péter a junior korosztályba, mind a hárman nagyon jó teljesítmény nyújtottak mind a két nap folyamán. A serdülőknél Buzás Robert, ő is mind a két nap folyamán, Fazekas István nagyon ügyesen boxolt mind a két nap. És akkor a lányok, a junioroknál Kozma Livia, ugyanúgy 4 voltak a súlycsoportban, ott is mind a két nap mérkőztek, és az utolsónk pedig Fazekas Katalin, aki mind a két nap
egyértelmű fölé mutatott a ringbe. Úgyhogy jó volt a verseny, jól érezték magukat a versenyzők, mindenki, vendégeink is, úgyhogy úgy látom, hogy megelégedve ment haza a csapat, aki Magyarországra, aki pedig az országon belül volt itt ezen a versenyen. Komoly munka és szervezés előzte meg a kupát, a sporteseményt énekes és táncos produkciók tették színesebbé, és a támogatóknak köszönhetően közel 100 tombola került kisorsolásra. A versenyszervezői köszönetüket fejezték ki a bíróknak, akik pártatlanul és megfelelő szigorral vezették, pontozták a mérkőzéseket, az önkéntesek segítségét, valamint a műsorvezető munkáját. Köszönjük szépen a támogatóknak, köszönjük szépen a részvevőknek, akik színesítették ezt a programot, és egyértelműleg, hogy akik ugye a tombolákban támogatást nyújtottak, közel 100 tombola került a két nap alatt sorsolásra. Az idei évet most már lezárjuk, tartalmas év volt, nagyon sok verseny volt, hát közel 70 aranyérme van, amit az Egyesület sportolói ebbe az évbe begyűjtöttek, ebből van nemzetközi érmeink, közel 20 aranyérem van, országos bajnokságok, országos kupák, meghívásos versenyek. Úgyhogy több mint 120 érem van a kollekcióban 2022-ben az Erdély-Budakó sportolóinak. Azt hiszem, hogy ráfér a sportolókra is most már egy pihenés, egy kéthetes pihenés, és utána pedig hangolódunk majd a jövő évi programot, most a két ünnep között fogjuk összeállítani, és akkor megnézzük azt, hogy jövőben itt Romániában hány verseny indulunk el, Magyarországon is nemzetközi szinten. A negyedik Székely Régió kupával véget értek a mérkőzések a 2022-es évre az Erdélyi Godakó Ökölvívó Klub sportolói számára. 120 érem, amiből 70 arany, 20 nemzetközi aranyérem az idei év mérlege. Az Erdélyi Godakó Ökölvívó Klub sportolói több országos versenyen kupán vettek részt. Huszár Árpád edző elégedett tanítványai eredményével, akik a következő két hetet pihenéssel tölthetik. Azt követően állítják össze a 2023-as év versenynaptárát. Híreink végén megköszönöm nézőink figyelmét, friss hírekkel holnap is várom Önöket a képernyők elé. Szép estét, viszontlátásra!